Sziasztok! Nagyon-nagyon csodás napot kívánok nektek, örülök, hogy ismét itt vagytok. Hogyha esetleg most látsz először, akkor Andi vagyok, és üdvözöllek a csatornán. A mai videó egy ilyen mit ettem ma videó lesz, és megmutatom azt is, hogy mit edzettem ma. Én minden nap szeretek valami kicsit mozogni, hogyha nem is csinálok valami durván megerőltető edzést, akkor egy gyors sétálást, vagy egy kis jogát biztos, hogy beiktatok a napomba. Ezzel a videóval igazából azt is szeretném megmutatni nektek, hogy nem kell kondibérletet vennetek, vagy rengeteg súlyzót, meg ilyen professzionális cuccokat ahhoz, hogy egy jót tudjatok edzeni. Én a szabadban csináltam meg ezeket a gyakorlatokat, mert pont kifogtam egy szép napos időt, de igazából így is hazafelé egy kicsit fáztam egy szálpulcsiba, úgyhogy inkább ezeket otthon csináljátok, mert igen, az összes gyakorlatot otthon is meg tudjátok csinálni. Viszont ezt fontosnak tartom megemlíteni, hogyha nem nagyon vagytok benne úgy a sportolásban, akkor légy, ha kipróbáljátok ezeket a gyakorlatokat, akkor nagyon-nagyon óvatosan csináljátok, és figyeljetek oda az instrukciókra is, nehogy véletlenül lesérüljetek, mert az a legutolsó dolog, amit szeretnék. Az edzéssel, sportolással én amúgy is úgy vagyok, hogy rendben, oké, hogyha valaki szeret súlyokat emelgetni, valaki szeret jogázni, van, aki futni szeret, de az a legfontosabb igazából, hogy élvezzük ezt az egészet. Úgyhogy nektek is ezt tudom tanácsolni, bármit sportoltok, akkor élvezzétek és szeressétek csinálni, mert úgy van szerintem igazán értelme. Ó, és ezt mindig elfelejtem, hogyha esetleg hétközben többet szeretnétek rólam tudni, vagy látni így az életemből, akkor kövessetek Instagramon és Snapchaten, mert elég sokat szoktam posztolni, ezen kívül pedig van a csatornának egy Facebook oldala is, arra is mindenképpen nyomjatok egy lájkot. Ebben a videóban lesz szó a két videóval ezelőtti nyereményjáték sorsolásáról is, amire nagyon sokan jelentkeztetek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és igazából ugye 5000 feliratkozónál csináltam ezt a játékot, de most már több mint 6500-an vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg ti vagytok a legjobbak. Úgyhogy nem is húzom tovább a szót. Már megint húzom a szót. Ilyen nincs, hogy húzom a szót. Húzom az időt lehet húzni. Jó. Szóval, nem is húzom tovább az időt. Igen? Szóval nem is húzom tovább az időt, ugorjunk is a videóra. Ébredés után szokás szerint megittam egy nagyjából 1 liter citromos vizet. Szerintem nem kell kifejtenem, hogy miért olyan fontos, hogy hidratáltak legyünk a nap folyamán. Én körülbelül 3 liter vizet szoktam egy nap meginni. Reggelire körülbelül 100 g-nyi zabfehelyből csináltam zabkását, és hozzávágtam egy kis almát, egy kis fagyasztott málnát, és a tetejére egy kis juharszirupot is. Ezután pedig jöhetett az edzés. Edzés vagy sétálás közben én nagyon szeretek zenét hallgatni, mert azok mindig úgy motiválnak és így felpumpálják az embert. Körülbelül fél órát sétáltam ilyen gyorsabb tempóban, ami nagyjából olyan 6,5 km per órát jelent. Ezután pedig így bemelegítésképpen felrohangáztam ezen a lépcsőn, amit találtam a Dunapart mellett. Először egyesével, aztán pedig kettesével szedve a lépcsőfokokat. Ebből igazából annyit csinálsz meg, amennyi jól esik, én szerintem olyan 4-5 kör csináltam meg. Majd jöhetett az ugrálós guggolás, itt nagyon oda kell figyelni, hogy a tér ne nagyon menjen a boka elé, és a hátadat is tartsd egyenesen, nehogy megsérüljön a derekad. Ebből 15-öt csináltam meg összesen. Ezután pedig jöhetett 15 darab ilyen guggolós kirúgás, nem is tudom igazából, hogy hogy hívják. Itt is ugyanazokra a dolgokra kell figyelni, mint az ugrálós, guggolós gyakorlatoknál, viszont amikor hátrafele rugod így a lábadat, akkor feszítsd meg a combizmodat és a farizmodat. Úgy lesz igazán hatékony a gyakorlat. Ezután jöhetnek a kitörések, ahol szintén arra figyelj, hogy ne nagyon legyen 90 foknál kisebb szögben a lábad, se a hátsó, se az első, amikor lépsz. Ebből összesen 30-at csináltam meg, 15-öt az egyik oldalra és 15-öt a másikra. A következő gyakorlatban a futást és a sétálást váltogattam, elsétáltam egy darabig, utána pedig olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudtam, visszafutottam. És ezt megcsináltam 4-szer. Ezután segítségül hívtam ezt a ferde falat, szóval a töltésnek az oldalát, ahol egy ilyen fekvőtámasz és lábkirúgás variációt csináltam. Itt is figyelj oda a hátadra, hogy ne legyen se görbe, se pedig homorítós, vagy homorú, igen, szóval ne legyen homorú.
És a fekvőtámasznál pedig a könyököd a törzsed mellett legyen, ne menjen ki se oldalra, se pedig így a törzsed alá befelé. Én minden edzés után leszoktam nyújtani az izmaimat, és nektek is ezt ajánlom. Viszont legyetek nagyon óvatosak, semmi hirtelen mozdulat, és ne rugózzatok, légyszín. Nagyon-nagyon sok embernél látom azt, hogy úgy nyújt, hogy így rugóztatja így az izmait és a szalagjait, és ez nagyon nem jó és veszélyes is, úgyhogy csak mély légzésekkel óvatosan nyújtsátok meg az izmaitokat. És ezután csak hazasétáltam, nekem ennyi volt az erősítés része, de van, amikor több kört megcsinálok, szóval ez mindig attól függ, hogy milyen kedvem van, és mennyire érzem úgy ezt az egész edzés dolgot. És persze nem csak ezeket a gyakorlatokat szoktam csinálni, hogyha esetleg érdekel titeket ilyen edzős videó, akkor mindenképpen kommenteljétek. Ó, és légyszín, ne szemeteljetek! Annyi szemetet láttam a Dunaparton, hogy tényleg egyszerűen nem bírtam ki, hogy ezt most már ne vegyem fel és ne dobjam ki a kukába. Edzés után még gyorsan megettem egy banánt, ebédre pedig először főztem egy kis kinoát, főzés mellé pedig ezt az őszies lejátszási listát hallgattam, mindenképpen keressetek rá, mert nagyon jó. A kinoa mellé még főztem édes burgonyát is. Mármint igazából pároltam, mert ebbe a párológépbe raktam bele, de végül is a végeredmény ugyanaz. És amikor kész lettek, igazából csak egymásra halmoztam őket, adtam hozzá egy kis salátát, és a tetejére pedig még egy kis humuszt is halmoztam, hogy legyen valami extra víze. És ez volt az ebédem. Vacsorára pizzát csináltunk, amihez a tésztáját a barátom csinálta, és nagyon-nagyon finom lett. A tetejére raktam hagymát, kukoricát, paradicsomot, ezt a Violife vegán sajtot, és a tetejére még szórtam egy kis snidlinget és bazsalikomot is, és nagyon-nagyon finom volt. És megettem az egészet. Este pedig lefekvés előtt még megittam egy menta teát, amit nagyon-nagyon szeretek, és nézzétek, milyen király koalás bögrém van, úgy imádom. Most már nincs más hátra, mint hogy elmondjam végre, hogy kik nyertek. A nyertesek nevét itt láthatjátok a képernyőn, és nagyon-nagyon gratulálok nektek! A nyertesek mindenképpen olvassák el a videó alatti kis infoboxban leírtakat, mert így tudják megkapni a nyereményüket. Akik pedig most nem nyertek, azok ne búsuljanak, mert biztos, hogy lesz még nyereményjáték. Hogyha tetszett ez a videó, és szeretnétek esetleg hasonló ilyen edzős videót, vagy ilyen sportolással kapcsolatos videót, vagy ilyen tanácsokat, akkor azt mindenképpen kommenteljétek. És hogyha tetszett, akkor légy nyomjatok egy lájkot, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és úgy egy új videóról sem maradtok le. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!